Szóval kiírtam ezt a posztot egy hónapja, egyébként szerintem már több is, mint egy hónapja, amiben elmondtam, hogy vannak problémák a csatorna hátterében, a YouTube, meg a GTA terén is, és elég nagyok. És gondoltam, ezt megmutatom, mert tényleg elég nagy gondok voltak. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz ez a videó összeszedett, kiderül, eléggé tényleg sok minden van. Visszakeresem azt az egy e-mailt, amivel az egész kezdődött. A youtuberek ugye keresnek pénzt is, ezt szerintem nagy részletek már tudja, sokan ebből meg is élnek. És ahhoz, hogy pénzt keressenek az emberek, illetve különböző perkeket kapjanak, ahhoz vannak partner cégeik, MCN-ek, Multichannel Network-ök, azt hiszem. Én is voltam egynél, ami azért volt jó, nem a bevétel miatt, mert nem kerestem valami sokat a csatornával, sőt, hanem inkább azért, mert adtak hozzáférést olyan oldalakhoz, amik hatalmas nagy zenetárak, nagyon jó zenékkel, és használhattam őket. Ha nem lennék ennél a partnercégnél, akkor nem használhatnám őket, recsent a szék. Mivel copyright claimet kaptam volna, azaz a zene jogtulajdonosa megkereshetett volna, és akár le is némíthatja a videót, vagy besztrájkolhatja a csatornát, meg ilyesmi. Őszintén ezek nem találom ezt az e-mailt, eléggé régi, valamiért nem akarja beadni. Pedig kaptam egy e-mailt, azt hiszem július 12-én, hogy a Curse, ahol voltam partner, az eltávolít engem, és éjszaka közepén megkaptam, hogy nyáron nagyon megijedtem, hogy mi a szar, meg miért, és nem értettem semmit. Aztán el is telt az idő, és megkaptam ezt az e-mailt 21-én, ezt is nyilván éjszaka, mindegy. Náluk olyankor nem éjszaka volt, gondolom, hogy most már nem a Curse Network menedzseri a csatornámat, nem ők intézik a pénz ügyeket a csatornán, nem ők adják ki nekem a fizetést. És Sámsonnal beszéltünk, és ugyanennél a partnercégnél volt, meg Zsiga is itt volt, és mindenkit kidobtak. Tehát nem én basztam el valamit, hanem mindenkit kidobáltak. Tele volt a Twitterük, meg mindenjük azzal, hogy az emberek reklamálnak. És ami nagyon fájt, és az a baj, hogy ezért sajnálom, hogy nem tudom megmutatni, hogy annyit mondtak, hogy a YouTube új törvényeket hozott, vagy hogy mondjam, új rendszert hozott, és ez miatt dobnak ki, és akármit írtunk nekik, semmit nem válaszoltak, ami érdemes, tehát érdemleges. Tehát tényleg olyan válaszokat kaptunk, ami semmire nem jó, és nagyon dühös is voltam. Aztán láttam ezt a cikket, ami poligonos, és ez fel is vett néhány kérdést, hogy bízzak-e benne, vagy nem. Nem tudok beszélni, de bízom benne, mert ez az egyetlen egy esélyem van. Szóval itt írnak róla, hogy több ezer YouTube videós dobálnak ki az új YouTube rendszer miatt. És például itt van a Fullscreen, aki egy szintén eléggé híres partnercég. A YouTube kényszerít minket, hogy kidobáljuk az olyan videósokat, akik kockáztatják, tehát akik nem is kockáztatják, hanem akik nem, tehát akik nem tökéletesek, úgymond, akiknek kicsit is van félnivalójuk attól, hogy copyrightos bajaik lesznek, ugye jogvédett zene van a videóban, vagy félrevezető indexkép, meg ilyesmi, és ezeket kidobálták. Illetve később még az is benne van, legalábbis a e-mail, de én azt kaptam vissza. Én írtam nekik egy e-mailt, mert elég kétségbe estem, mivel egy partnercég sem vett fel, erről mindjárt beszélek. Itt azt írják, hogy a YouTube lelimitálta a létszámot, hogy hány csatorna lehet náluk. És nem tudom ebben mennyi igazság van, de ha felmegyek a weboldalukra, akkor tényleg nem lehet jelentkezni meg semmi. Itt vagyok a weboldalon, rámegyek, hogy csatlakoznék, és itt van, hogy jelenleg nem fogadunk el új embereket. Pedig messze ez volt talán a legjobb partnercég, mert zenei oldalakhoz adott hozzáférést, illetve ugye amikor partnercégnél vagy, akkor nem az a pénz összes részét kapod meg, hanem általában vagy a 40%-át kapja meg a partnercéged, vagy a 30%-et, és te a 60%-at vagy a 70%-et. Itt úgy volt, hogy megkaptam én a 90%-át, ő pedig 10%-et, ami azért eléggé jó. Meg nagyon jó volt a support, ha írtál nekik, tényleg válaszoltak, tök jó fejek voltak, meg minden, és ezért is csodálkoztam nagyon, hogy most ez történt. Utána kezdődött el az, hogy jelentkezgetni akartunk más partnercégekhez. Kivel is kezdtük? Ja igen, a Freedom-mal kezdtük, akik egy szintén nagyon nagy partnercég, viszont olyan hatalmas nagy túljelentkezés volt, illetve hogy rájuk is hatott ez a szabály, hogy
azt mondták, hogy 30-tól 60 napig tart, mire megnézik a csatornánkat, hogy bejöhetünk-e. Eltelt 3 hónap, most járt le, és kaptam egy ilyen e-mailt. Itt van július 13, tehát egy nappal utána, egyébként lehet, hogy picit korábban volt, júliusban volt ez a körszös téma. Már másnap, ha jól emlékszem, írtam is nekik, hogy izé, és azt írja, hogy jéj, elfogadtak, ez nyilván kamu, ez nem így van. Gyakorlatilag bejelentkeztem, és akkor írták, hogy jó, akkor 30-tól 60 napig még nézik. Rendben. Mármint nem írták, mert nem írták, azt írták, hogy pár nap, aztán amikor írtam nekik, akkor mondták meg ezt. Itt van, hogy hello, kértem, hogy 6 napja kértem, hogy nézzétek meg a csatornámat, szerintem régebben volt, hogy ez 26, de nem probléma, fogyatékos vagyok. 6 napja kértem, hogy nézzétek meg a csatornámat, de még mindig nem tettétek. Nagyon kéne, mert filmeket csinálok játékokban, és nincs egyáltalán zenei forrásom, kivéve a YouTube, de azt nem nagyon szeretem. Szóval meg akartam kérdezni, hogy mennyi idő lesz, mire megnézzétek a csatornámat. Erre jött a válasz, hogy igen, megnézik, jól van. Jött is a válasz utána, nem sokkal. Kaptam ezt, ez a sablon, mindenre jelzőn, és ezt meg fogjátok látni. Hello Sugar, köszönjük, hogy felvetted a kapcsolatot a Freedom Supporttal. Bocsánatot kérünk a késésért, de hogy jobban tudjunk segíteni, szeretnénk megtudni ezeket az információkat. A Freedom ID-dat, és figyeld, a minőségi partnercég. Page not found! Minőség, yes! Egy link a YouTube csatornádhoz, egy screenshot a YouTube Features page-edről, az gyakorlatilag hol van, ez az. Illetve a videó menedzseredről, az pedig amikor a videókat látom, most ezt nem mutatom meg, mert minek. Igen, és itt írják, hogy 30-tól 60 nap plusz lesz ez, mire megnézik. Aha, mondom, volt ez egy 3 hónap. Ugyanis megkaptam ezt az e-mailt, jéj, ott a vezeték nevem, majd ki kell cenzúrázni, fuck yeah. Itt van a 3 nappal ezelőtt, tehát október 16-án jött az e-mail, hogy igen, vége van a... ahhoz, hogy teljes, tehát vége legyen ennek a review, ez a, amikor lecsekkolják a csatornámat, hogy ennek vége legyen, újra be kell jelentkeznem. Kurvára megerültem, mikor suliba ezt megláttam, mondom, kurva jó, felvett végre a partnercég, végre megoldódott minden, már ezt a videót amúgy is rég terveztem, mert sok poénos dolog történt, de így utólag poénos, de akkor nem volt az. Mondom, hála Istennek, végre jó. Rákattintottam erre. Page not found, fuck yeah! Úgyhogy megoldottam úgy, hogy bejelentkeztem magamtól, és igen, problémát találtunk a csatornáddal, elutasítva. 3 hónap után képesek voltak elutasítani. Amikor itt írják, hogy szeretnénk, hogy csatlakozz a Freedom családjába. Mi a fasz? És ha erre rákattintasz, figyelj, a pure genialitás. Kurva, nem írnak semmit. Higgyitek el, végigolvastam, itt csak azt írja, hogy mit tudok használni. Lófaszt. És hogy nézegessek ilyeneket, de, hogy mi lehetne, ha elfogadtak volna, de nem fogadtatok el, baszd meg! Ki a faszom az az Anormali Play? Ezt sem tudom, de ezt nem értek semmit, miért? Aztán írtam nekik egy e-mailt, hogy 3 hónapig vártam, hogy megnézzétek a csatornámat, és nagyon szükségem lenne már egy MCN-re, ezt kaptam ma. Itt van ez a kép, megint cenzúráztatom ki a nevem, kurva jó. Aztán bejelentkeztem és ezt láttam, amit most mutattam. Nem tudom, miért van elutasítva, mert a csatornám rendben van. És itt megmutattam nekik, hogy ha rámegyek, hogy jogvédett zenés videók, nincs egy sem, tehát rendben van a csatorna. Meg itt van ez is, nincs egy copyright strike-om, se egy közösségi irányelveket megsértő strike-om. Egy sem, a csatornám teljesen rendben van ilyen téren. Találjátok ki, mi a faszt kaptam válasznak. Megint ezt, hogy küldjem el a dolgokat. Rámentem erre a linkre. Page not found! Yay! Ugyanennyire, mint ahogy most valószínűleg ti is unjátok, hogy harmadszorra page not found, képzeljétek el, én mit éltem át? Mert nem egy supportiketet, vagy 6-7 e-mailt biztos írtam nekik. És mindig bejátszották. Írtam, hogy nem találom a Freedom Custom ID-t, mert nem működik a link, nem találom a website-on sem, itt van a linkem, meg itt van a features page. Figyelj, megint a support. Hey, köszönjük, hogy írtál nekünk, és hogy érdeklődsz az iránt, hogy partner legyél a Freedommal. Ebben az időszakban a YouTube durva változásainak köszönhetően úgy néz ki, hogy tehát meg kell hosszabbítanunk azt az időt, amikor lecsekkoljuk a csatornádat, mielőtt leszerződtetünk veled.
tudjuk, hogy nem, valószínűleg nem az, amit hallani akartál, de úgy érezzük, hogy ez a jó dolog, amit most, legjobb dolog, amit tehetünk most. Hogy hogy jobban megmagyarázzuk neked a dolgot, nézd meg George videóját itt, és nézd meg ezt a KYC videó lejátszási listát itt, és itt George a vezetője, vagy mi egyébként a Freedomnak, azt tudom. Kurvára nem ezt kérdeztem, bazeg! Azt kérdeztem, hogy miért utasítottátok el a csatornám, és megkaptam, hogy miért csak idő, mire megnézzék. Nem ezt kérdeztem, baszod! Zseniális, de tényleg, és akkor ilyen opciók, hogy thank you for your response, köszönjük a választ, meg köszönöm a segítséget, nem segítettetek semmit, csak felbasztatok, baszd meg! És ez nem lett volna elég. Egyébként, ja igen, azt most gyorsan elmondom, hogy most már sikerült bejutnom egy partnercéghez, a Screenwave Mediához, köszönöm szépen egyébként Sámsorra, meg kurvosokat segített nekem, ő is ide került be most. Annyi a lényeg, hogy itt is kicsit problémásabb volt, mert sok idő lett volna, amire megnézik, de itt e-mailezgettünk, és sikerült a menedzser e-mail címét megkapnunk, és iszonyú jó fel volt a csávó. Szóval írtam nekik, hogy két hete kb. Kértem, hogy ellenőrizzétek, fel tudom gyorsítani ezt valahogy, itt van a csatornám, Sámson ajánlott ezt nekem, én vagyok. És olyan szinten jó fej volt, nézzétek meg, várj, megmutatom. 10 óra 23, így komment, hogy cseteltünk volna, olyan szinten válaszolgatott nekem, meg itt is, nézd meg. 7 óra 58, 1 óra múlva jött a válasz, 10 perc múlva jött a válasz, utána egy kicsit már tovább tartott, de akkor is iszonyú gyorsan, és nagyon-nagyon jó volt, hogy ennyire jól le tudtuk rendezni ezt az egészet, és köszönöm szépen. Haj, végre vége van ennek az egésznek, bazd meg. Szóval lerendeződött ez a dolog, végre benn vagyok egy partnercégnél, visszakaptam lehetőséget a zenetárak használatára, meg minden, úgyhogy nagyon örülök, végre megoldódott ez az egész. Lemerült közben a kamera, úgyhogy őszintén ezt egy kicsit már el is felejtettem, hogy hol tartottunk, minőségi tartalom. Ja igen, ott, hogy elmagyarázom, hogy a többi partnercéggel mi történt, mert hát igen, elég érdekes e-mailek születtek. Hú, nézzétek meg. Én nagyon felbasztam magam rajta amúgy, nem tudom, hogy nevessék vagy sírjak, ezért maradtam a köztesből, hogy felbasztam magam. De meg fogjátok érteni, miért szerintem. Nézzétek meg. Sajnos a csatornán még nem áll készen rá, hogy csatlakozzon a Paragonhoz. Ez lehet azért van, mert nem felelsz meg a kritériumoknak, vagy azért, mert vannak közösségi irányelvekkel, vagy jogvédett zenékkel problémáid. Több információért nézd meg a kritériuminkat. 10 000 megtekintés havonta. Wow, tényleg nem felelek meg. Teljesen egyedi tartalom. Wow, tényleg nem felelek meg. Jó hang és videó minőség. Wow, tényleg nem felelek meg. Nyilván az egy partnercég fogad el, akinek utólag rájöttem, hogy nem kéne oda menni, mert 100 dollár a minimum kifizetési dolog. Sajnos a csatornán még nem ért el az 1000 feliratkozót, szóval nem lehetsz még partnercégnél. Kurvára nem! Ja, szóval igen, ezek így megszopadtak és felidegesítettek eléggé. Előferdül az ilyen. Végül is tényleg nincs meg az 1000 feliratkozóm, nincs meg a magas kép és hangminőség, nincs meg a havi 10 000 megtekintés, nem is értem, mi a probléma. Előfordul az ilyen, hagyjuk meg, bocsánatok, tényleg. Következő dolog, amiről beszélni akarok, ez egy csodálatos. Tényleg. Ugye régen, amikor nem volt a Pinemic Sound, hanem YouTube-ról szedtem le a zenéket, akkor a No Copyright Sound-ot használtam. És gyönyörű az, amikor utólag egy zenére raknak jogvédelmet, és utólag kapok videókra baszást. De meg is mutatom, melyik zene ez, mert tuti mindenki ismeri. Ezt a zenét utólag jogvédelem alá helyezték, és tudjátok, bazd meg, mennyi copyrightot kaptam? Mert régen sokat használtam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 tetves videóra kaptam ez miatt, a szar zene miatt copyrightot, és mindegyikben ez van, higgyétek el, mindegyikben! Úgy felkúr, mintha a jövőben látnék, bazd meg, hogy erre utólag... Kész, bazd ki. A másik, és zseniális. Először fordult elő, kaptam egy e-mailt, hogy a túl könnyű Ultimate Chicken Horse nevű videóm beletreportolva és age restriction-t kapott. 18 pluszos lett a videó, bazeg. Vár, mutatom melyik. Ez a játék.
Lehetne mondani, hogy a káromkodás miatt, de nem, mert akkor maximum nem lenne family friendly, meg amúgy is rólam leszállt ez a nem family friendly dolog már egy ideje, hála a jó Istennek. Amúgy sem keresek semmi pénzt a videókkal, tehát teljesen mindegy, hogy basztatnak el. De miért? Miért? Ebben miért? Vannak ezek a coop videók, pont az, amit mutattam az Ultimate Chicken Horse, meg egyébként is, ha itt legörgettek a csatornán, akkor itt van az Overcooked, a Cuphead, a Ninja Showdown, az Ultimate Chicken Horse, volt még a Worms is, meg még van egy-kettő gépen, amit nem vágtam meg. Nagyon gondolkodom, hogy ezekkel mi legyen egy jó ideje, mert nagyon ritkán sikerül összehozni, hogy átjöjjön keszél vagy tatas és játszunk, és azt felvegyük, meg nem minden játékból lehet. És fogyunk ki is a játékokból konkrétan. Most ott tartunk, hogy mindegyiknek csak a folytatást várjuk, hogy tudjunk velük játszani, mert a Cupheadet azt még nem fejeztük be teljesen, csak a végén vagyunk, de az még nem került föl. Az Overcooked-ot pedig befejeztük, és megint ott vagyunk, hogy csak a folytatásra tudunk játszani, mert nem találunk már olyan coop játékokat. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ezeknek legyen vége. De nem úgy, hogy teljesen vége van, hanem nem lesz hetente, mondjuk az mennyi ideje nincs, hanem ha lesz néha, akkor lesz. De a fő tartalom a GTA filmeknek. Tehát a GTA 5 filmek már a fő tartalma csatornának, ez akarom, hogy legyen a csatorna, hogy erről ismerjék meg. Ezeket a gameplay videókat néha fogom csinálni, ezeket a kóposokat, de nem fér már bele, már kezd teherré válni, hogy hetente legyen, és ezért hagytam abba. Most elkezdtem ugye az LMV-ket, egyelőre elég gyér a megtekintés száma, még ahhoz képest, hogy az Overcooked-oknak, meg az egyéb gameplay videóknak sem volt túl nagy. Még az Ultimate Chicken Horse-nak pont egész nagy lett, gondolom ezért van, még pöcskupak bereportolta, hogy rohadjál meg. Úgyhogy nem tudom az LMV-kkel mi lesz, szerintem egy-két rész még lesz, és aztán majd eldöntöm, hogy lehet-e folytatni, vagy nem, hogy érdemes-e folytatni, vagy nem videóban. Ja igen, a Twitch-es dolog, a Twitch csatorna abban maradt. Hát, őszinte leszek, nem nekem való a streamelés. Nem erőltetek semmit. Filmek lesznek, és maradok itt YouTube-on többet, nem próbálok meg stream. Talán YouTube-on néha, De nem tudom, valahogy ez a streamelés dolog, ez nem annyira jön át. Nem baj, kipróbáltam. Van ilyen, hibázok néha, nem néha. Na igen, következő dolog. Igazából szerintem eljutottunk oda, hogy mindent elmondtam nagyjából, amit akartam. Mindent elmeséltem nagyjából, amit akartam. Az egyetlen dolog, ami hátra maradt, amit beírtam a posztban, amit írtam. Hogy szóval akkor a megemlített kapcsolatban a világ videó lassan meg lesz csinálva, lesz benne szó arról, hogy mi volt, mi lesz, mutatok képeket a készülő filmről, és még a címét is elárulom. Ennek itt, amiről jött ki egy kép is. Hozzáteszem, a filmből 19 perc már készen van, de ez egy nagyon hosszú lesz. Egy óra biztos meg lesz a film, de lehet másfél is, úgyhogy tényleg kurva hosszú, és még kell idő. Türelem. Betiltották a modot, amit én nagyon használtam, és nem fejlesztik már tovább. A probléma az azzal van, hogy pedig kéne fejleszteni, mert vannak olyan funkciók, amit sehol máshol nem látok kb. Mindegy, még tudom használni csak a régi verziót. Meg iszonyúan sok szenvedés van a GTA-val, össze-vissza crash-elget, meg minden, nagyon-nagyon lassan haladok vele, sokkal lassabban, mint szeretném. De szeretném befejezni, idén mindenképp kijön, remélem. Jó? Bocsi srácok, hát ez... Én is sajnálom, úgy volt, hogy nyáron már kijön augusztus vége fele, de hát sajnos ez nem ilyen. Nem ilyen egyszerű. Viszont mutatok róla pár képet, ezekhez nem fogok hozzáfűzni semmit sem, mert minek. De megmutatom őket. És szerintem ennyi elég is lesz egyelőre ízelítőnek. A címe pedig... Kívülállók. Ja, majd megértitek miért. Tényleg egy hosszú film lesz, tényleg türelmet kérek hozzá, tényleg dolgozom rajta, és ja. Még lesz egy kis idő. De legalább jó hosszú lesz. Úgyhogy lesz idő nézni. Meg szerintem eddig ez is a legjobb. Tehát tényleg vannak dolgok, amik jobban sikerültek, mint eddig szerintem. Szóval ja, szerintem lezárhatjuk ezt a filmet. Kicsit sokat mondom azt, hogy szerintem. Úgyhogy átérzitek szerintem a... Megérlök. Úgyhogy átérzitek, remélem, a problémámat. Hát igen, volt pár YouTube-os üzenet, ami felkúrt. Megértitek miért? Úgy gondolom. Nem szerintem.
meg a partnercégek is eléggé felidegesítettek, meg minden, szóval nagyon sok minden történt a háttérben, ami tényleg nagyon megnehezítette a dolgot, de ami nem öl meg, az felbasz, aztán megerősít elvéletileg, de őszintén leszarom, felkúrt. Meg lehet belőle egy videóanyag. Szóval, ja, mondjuk, hogy megérte. Nem érte. Nagyon nem. Sziasztok!